Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Lukács evangéliumához kötődik, a 8. fejezetből a 4-től a 15. versig. Magvetőről szóló példabeszédet olvashatjuk ebben a szakaszban. Jézus szívesen tanít a szabadban, a nagy tömeg miatt csónakba száll, korabeli hang erősítő eszköz ez tulajdonképpen, a víz jól viszi a hangot, így a parton mindenki hallja. A magvetőről szóló példabeszéd a vidéki munkás embereknek a érdeklődését kelti fel elsősorban. Abban az időben marokkal vetették a gabonát, így a mag különböző talajra hullott, utána következett a beforgatás, vagyis a szántás. Palesztinában a talaj nagy része köves, és a termőréteg elég vékony. De van jó talaj is, vagyis különböző talajminőségű a föld, így a terméshozam is. Akik ezt hallották idáig, értették, minden napokban ezt meg is tapasztalják. Jézus azonban azt mondja, hogy akinek füle van, hallja meg. Abban a pillanatban, amikor ezt hozzáteszi, a jelenlévők már elgondolkodnak azon, hogy itt nem a magvetésről szól a történet, hanem ezt a képet emberi életükre is alkalmazniuk kell. Abban a pillanatban a történet egy másik értelmet is kap. Magvető az Isten, a maga kinyilatkoztatás, a különböző talajok a különböző emberi fogadtatást akarják megtestesíteni. És itt jön a kérdés a mai ember számára is, hogy mi milyen talajt biztosítunk Isten igéjének. Tőlünk függ, hogy milyen lesz a termés. Hiszen az Isten mindenki szíve számára megadja a talajt, megadja a magot, azonban, hogy milyen termést hozunk, az tőlünk függ. Erre mondja Jézus, akinek füle van, hallja meg. Dolgozzunk azon, hogy minél befogadóbb legyen a szívünk Jézus igéjére, Jézus tanítására, és akkor bőtermést hozunk, nem csak a saját magunk, hanem szeretteink számára is. Köszönöm a figyelmet!